Köszöntöm a kedves nézőket itt az Oxigén Média televízió csatornáján, YouTube csatornáján, illetve a győrihírek.hu oldalon. Folytatjuk a sorozatot, amelyben a győri polgármesteri jelölteket mutatjuk be. Június 9-én választani fog az ország polgármestert, önkormányzati képviselőket, illetve Európa Parlamenti képviselőket. És Győrben továbbra is hét olyan jelöltről tudunk, aki el szeretné indulni a választásom, hogy polgármester legyen, hogy végül maradnak-e heten, vagy esetleg többen lesznek, kevesebben lesznek, ez egyelőre még nem tudni de ahogy telik az idő, úgy tisztulhat a kép. Egyelőre most még ott tartunk, amikor elkezdtük ezt a sorozatot. A műsor első vendége Pintér Bence, a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület vezetője volt, aki a Momentum, illetve az LMP támogatásával indulna a választáson, illetve Póreis Balázs volt a második vendég, aki a Magyar Szociálista Párt városi elnöke, és jelen pillanatban az MSP Győri polgármester jelöltje. De hogy mind a két beszélgetésben elhangzott, az összefogás azért fontos lehet. Itt van velünk ma Balla Jenő, az Összefogás a Győrért Egyesületnek az elnöke, Szerbusz Jenő. Köszöntöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket. Nincs változás a korábbi műsorokhoz képest, Jenővel is tegeződni fogunk, Jenővel még régebbi a barátságunk, hiszen 20 éve az Audinak egy logisztikai filménél találkoztunk először együtt, azóta a gyerekeink egy óvodába jártak, egy iskolába jártak, ráadásul egy osztályba hát. is jártak folyamatosan, és közöttünk közös filmet Győr 56 emlékeiről, illetve az Adivárosi Szobrokról, valamint együtt dolgoztunk a magyar bothúzás felemelkedésért, úgyhogy gyakorlatilag nagyon régi. A... Sima Bandélet és munkássága, a egy le... és kettő a, a főművünk. A legfontosabbat kihagytam, való, valóban így van. Mert ugye Valaján annak idején az Adivárosért Egyesület, illetve a gyárvárosért Egyesületnek az elnökeként Piancsi került be Fogó. közéletbe. Ugye a régi barátság miatt, ugye az volt, hogy azt hiszem, hogy tudom, és közben nem. És aztán most te önkormányzati képviselő voltál az elmúlt öt évben. Kezdjük erről a a beszélgetést, hogy te hogyan látod az elmúlt öt évnek a, a munkáját? Mi az, amit te leginkább úgy érzed, hogy siker, amit te el tudtál érni itt a közgyűlésben? Én egy dolgot ne felejtsünk el, mikor valaki bekerül, mint képviselő, onnan kezdődik a következő kampányra történő felkészülés. És én úgy álltam ehhez a munkához hozzá, mikor bekerültem, hogy a következő választásokra készültem, rengeteg emberhez, választóhoz el tudtam jutni, bízok benne, hogy nagyon sok embernek tudtam segíteni, és abba is bízok, hogy ez a munka, amit igazán befektettem ezen a következő választáson, meg fogja hozni az eredményét. Mi lehet az eredmény? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nagyon sok olyan emberrel beszélek, aki tanácsadó és segíti nekem a munkámat, és azt látom, hogy itt változást akkor lehet igazán elérni, ha összefogás lesz. Tehát az összefogás nagyon képlékeny. Én kinyilvánítottam azt, hogy nem zárkózok el egy előválasztástól, mert én úgy érzem, hogy egy előválasztáson meg kell az embernek méretnie magát, és ez nem úgy kell megoldani, mint hogy van egy parizel, daraboljuk és a legvégén nem tudjuk elérni az eredményt. Én azt látom, hogy az előválasztásnak nagyon-nagyon nagy szerepe lenne, de Magyarországon nincs meg ennek a kultúrája. Én azt tartom, hogy ha mindenki elindul az előválasztáson, akkor én is el fogok indulni, és nézzük meg, mérkőzzünk meg, és álljunk be, vagy mögém, vagy egy másik polgármester mögé, mert annak van értelme. Az, hogy igazán ennyi jelölt van, ennyi polgármester, ez szét fogja darabolni az egészet. Szét fogja darabolni nem csak a választást, hanem a közgyűlést. És ez így fog maradni, a közgyűlés egy nagyon vegyes közgyűlés lesz, aminek a az értelmét, a döntéshozatali metódusait, amiket mi számolunk, nem igazán látjuk. És ezért nagyon bízok benne, hogy az elkövetkező időszakban megegyezések fognak születni, kompromisszumok fognak létrejönni, és az ellenzék, hogyha összefog, én szerintem nagyon szép eredményt vagy győzelmet tud elérni. Péter Bence, amikor itt volt az első műsorban, akkor azt mondta, hogy neki személykifogásai is vannak. Te mit gondolsz erről? Lehetnek-e személykifogások ilyenkor, vagy nem? Lehetnek. Lehetnek sajnálatos módon eh, hasonló gondolatokat látok én is. Én nagyon látom azt, hogy elindok egy előválasztáson nekem olyan választóim vannak olyan támogatóim, akik nehezen mozdulnak meg, a pártoknak rettentő nagy előnyük van, mert mozgósítani tudnak, és szó szerint meg kell említeni a DK-t, akinek a legnagyobb mozdítható szavazótábora van, ezt igazán tapasztaltam már egy másik előválasztáson is, de elindultam, mert úgy tartottam a lelkismertem, hogy nem akartam az egészet megtrolkodni, hanem úgy éreztem, hogy induljunk el. Méressük meg magunkat, nézzük meg, ki a jobb, és most is bízok benne, hogy ilyen lesz. Ennek az előválasztásnak az lenne itt is a lényege, hogy az oldalak, akik annak, elinduljunk és létrehozzunk egy egységet. Csak az a probléma, hogyha megmerevednek az álláspontok, mint ahogy látom, ennek a legvége az lesz, hogy mindenki külön fog indulni, és a külön indulásnak egyéni győzelmeket nagyon-nagyon nehéz -nagyon lesz elérni, és a listás helyekért pedig nagyon nagy küzdelem fog lenni a későbbiek folyamán. Hogyha az oldalakat nézzük, te melyik oldalhoz sorolod magad, illetve hány oldalt látsz? Sokan meg szokták ezt tőlem kérdezni. Én azt mondom, hogy én mindig középen megyek, és csak felfelé. Ezt szokott a mondatom lenni. Én nem akarok pártoskodni, nem akarok egyetlen párba se belépni, nem akarom azt, akik ugye hívtak engem több szervezet is, hogy menjünk vele. Nem, én külön szeretnék menni, nekem a szervezetemnek ez, ez, ad erőt, ettől vagyunk erősek, hogy mi egy különlegesek vagyunk itt a csapatokon belül. Én nagyon szívesen egyeztetünk, szövetséget is kötünk, előválasztáson is indulunk. Most jelen pillanatban úgy néz ki a történet, hogy a, a DK, a Jobbik, az M az MMM, a, van egy, vagy egy, vagyunk így együtt, és ugye van egy másik rész, ugye a Pintérben cég, ahol pedig igazán látjuk az LNP-t, látjuk a Momentumot, látjuk a Borkai urat, és látjuk ugye a Dési úrnak a csapatát. Valójában ez a négy erőviszony van jelen pillanatban, ami még nagyon változhat az elkövetkező időszakban. Vannak különböző mérések, amiket mi is nézünk és tapasztalunk, de itt az a problémám mindig egy méréssel, hogy ezek, ezek régi adatbázisokból dolgoznak most. Engem is felhívnak, hogy Jenő ja, hívtak engem telefonon, ezt meg ezt kérdezték, stb. stb. Ezek mérések. A legfontosabb a választás. A választásnak a napja, amikor elmenek a választók és behúzzák a megfelelő helyre az X-et. Ez csak találgatás. És azért mondom azt, hogy sokat kell dolgozni, nagyon hosszú út van még odáig, van még időnk. És én úgy látom, hogy itt mindenki elkezdett kampányolni, itt, mintha a kampány finishbe lennék. Én megmondtam, hogy nem. A kampány hónap múlva fog körülbelül indulni. Nekem voltak szórólapjaim több hónappal ezért, amit kikszortam, előtt tavaly is küldtem ki szórólapot a választóknak, vannak rajta üzenetek, amin gondolkodhatnak, ilyen volt például a parkolásnak a kérdése, hogyha megnyerjük, akkor eltöröljük, utána ezt felvette egy másik csapat is a zászlós hajójára, vissza kell nézni a múltat. Több ilyen témáról tudnánk igazán beszélni, de inkább a fonalat visszaadom neked. Borka Zsolték is kicsit középre pozícionálják magukat, és hogyha azt nézzük, akkor Pintér Bencék is középre pozícionálják magukat. Ez lehet most gyakorlatilag az új erőtér, ahol van egy kis mozgástere mindenkinek, mert úgy látom, hogy egyre többen vagytok középen. Mindenki civilnek akarja magát tartani. Mindenki azt mondja, hogy ő pártok mentesen akar dolgozni, csak azért meg kell nézni azokat a civileket valójában, hogy kik szponzorálják, kik vannak a háttérben, hogyan működnek ezek a civil társadalmak. Nagyon-nagyon nehéz. Én a szervezetemmel, miután megváltoztattak, még civilként maradtunk, nem léptünk be egyetlen pártba, nem kértünk támogatást, stb. Én azt mondom, hogy úgy szívesen elindulok, hogyha támogatnak, de úgy, hogy én belépjek valakihez, nem igazán tudom elképzelni az elkövetkező időszakban. Mondtad, hogy ugye például a parkolással kapcsolatban fölvetettetek egy témát, amit más is átvett. Azért itt a programok között vannak átfedések, hogyha nézzük, és ez mindig is így volt? Hát igen, én azt látom, hogy a jó témákat felkarolják. A jó témák azok megvannak. Engem is mondták, hogy vigyük tovább. De én annak örülök, hogyha van egy téma, amit tudják, hogy hozzám lehet kötni, mert én voltam az első, aki felved, és mások is felkarolják, gyűjtsenek aláírásra. Vannak olyan témák, amikre igazán lehet mindenki tudja, hogy például a színháznak az ügye felújítása, következő például a vasútállomás kér, mindenki tudja ezeket a témákat, csak ne felejtsük már el, ezek a témáknak megvan az oka, hogy mi miért van a vasútállomás, például azért nem újítjuk fel, mert semmi közünk hozzá, mert nem a milyen, hanem az állami. De ez majd lesz egy kampánytémának az egyik része is, ahol valószínűleg lesz róla egy vita. Én annak a híve vagyok, hogyha vannak jelöltek, ezek a jelöltek eljönnek ide hozzátok, elmondják a programjukat, mindenki meghall, nagyon szép és jó, valaki végighallgatja a 45 percet, valaki csak belenézés nem. Én annak örülnék, hogy mint ahogy volt a partizánnak is, e hónap 23-án talán lett volna egy vitája ezen, lemondták. Én annak örülnék, hogy ha nézeteket ütköztetni lehetne. Ott legyenek a polgármester jelöltek. Nézzük meg, hogy kinek milyen felkészültsége, hogyan ért a témához. Vagy csak azt mondjuk, hogy ő csak el akar igazán indulni, és én azt mondom, hogy a választók egy képet kapjanak róla. Lássák azt, hogy milyen jelöltek vannak. Kik azok a jelöltek, akik mondjuk, hogy el szeretnének indulni, hogy tudják, hogy igazán kire tegyék a voksukat. Amikor itt volt Porrejsz Balázs a múlt héten, akkor behozott egy új szempontot, hogy, hogy ami, ami ellen ő küzdeni, akkor ez az apátia. Hogy teről mit gondolsz, mikor mászkálsz kint a városba az emberek között, hogy ők mennyire fogékonyak arra, ami most történik a városban, mennyire akarnának beleszólni a közéletbe? Belefáradtak az emberek, én azt látom, kész. Ez, ez egy mondatom. És azt látom, hogy az embereket az egész. Ugye ez, ez nem innen indul. Ez, ez nekünk a kicsi homokozónk itt györbe. De van egy nagy homokozó Budapesten. És abban látjuk azt, hogy előjönnek emberek, eltűnnek emberek. Jön egy hír, megcáfolja a másik. Belefáradnak az Itt is az van. Itt kik fognak elmenni és szavazni, hogyha nem tudjuk megmozgatni a bizonytalanokat? A fix szavazók. Meg tudom mondani előre, hogy Dézsi óra mennyi mennek, mennyi várható a többire, a pártoknak a számait tudjuk körülbelül, országos lehet, hogy ennyi. Csak a probléma az, hogy ez Győrbe az itt lévő választópolgároknak az életéről szól. Neki kell megválasztani azokat a képviselők, akik meg fogják neki oldani a parkolását, meg fogják neki oldani a problémáit, oda fog meg tudni menni hozzá, ad lehetőséget, hogy mondjuk, hogy épüljön meg a színház, vagy felújítson, stb. Különböző témák azért vannak. Agglomerációnak a kérdésköre. De ez nem úgy fog működni, hogy én megint elmegyek, a pártkatonák megszavazzák, és akkor nincsen változás. Az emberek azt várják, hogy változás legyen, és a változásra nyitottak. És én abban bízok benne, hogy kapunk bizalmat, és be tudjuk azt mutatni, vagy bizonyítani, hogy igazán mire vagyunk képesek. Mert azt lehet látni, hogy én most ott voltam öt évet a közgyűlésbe, vannak felszólalásai, vissza kell hallgatni. Most is vannak idézetek, amiket kiszoktam benne venni. Azt, hogy igazán lesz leszavazzák de elmondtuk, benne vannak a jegy, végig vissza lehet hallgatni. És nagyon örülök neki, hogy ezek a gondolatok, amiket ott megfogalmazódtak az én részemről, vagy a tanácsadóim részéről, azok igazán olyan talajba ültet, tudnánk ültetni, ahol ezek megvalósulnának az elkövetkező időszakban. Picit menjünk vissza akkor az elmúlt négy-öt évre, abból a szempontból, hogy ö, mik azok a folyamatok, amit úgy látsz, hogy jól működnek a városban. Mi az, amikor azt mondod, hogy ebbe a Fidesz, illetve azt a közösséget, akik most vezetik a város, őket érdemes támogatni, mert hogy ezt vinni kéne tovább. Azt nem szabad elfelejteni, hogy a város működik. A városnak a a város most nem ment csődbe. A város az működik, és ebből kifolyólag vannak pozitív fejlemények. Én megmondom, nagyon jó ötletnek tartottam a város őrség, mindig rendőrséget mondok, nem akármilyen, a bevezetését. Csak ezt fejleszteni kell. Ez egy nagyon-nagyon jó ötlet. A rendőrségnek adtunk régebben pénzt, azt a pénzösszeget most jelen pillanatban saját magunknak a szervezetére költjük, de kevesen vannak. A közbiztonság egy óriási probléma. Látjuk a városba, hogy milyen problémák vannak, látjuk például a révfaluba, hogy mennyi betörés van. Ez egy, ez egy olyan problémakör, amit meg kell tudni akadályozni. És az embereknek egy biztonságot kell adni, hogy biztonságosan el tudjuk engedni a gyerekeinket, biztonságosan otthon tudjuk tartani az értékeinket, és ehhez ki kell alakítanunk egy olyan város őrséget, akik jogosultságokkal is rendelkeznek. Mert ez szerintem nem jogosultság, amik nekik van, és így közösen kéne ezt a problémakort megoldani, mert a közbiztonság egy nagyon karnális kérdés. Ha valaki ezt nem hiszi, menjen el mondjuk, hogy a vidéki pályaudvarra 11 óra környékén, nézzen körbe, és gondolkozzon erre arról, hogy én igazán mit mondtam. A rendőrség erre nem tudja a megoldást? Kevesen vannak. Ez egy másik történet. Azt mondom, hogy jól végzik a munkájukat, új rendőrkapitányunk is van, jól végzik a munkájukat, de kevés emberrel ezt nem lehet megoldani. Állandó jelenlét, állandó figyelem, kameráknak az ellenőrzése, és ha történik valami, be kell avatkozni, és én azt mondom, hogy ez egy kardinális kérdés, hogy ezt meg kell oldani Győrbe. Tehát akkor azért kell a városőrség nagyobb létszámmal, mert abba a hivatalnak lehet beleszólás, az, hogy hányan dolgoznak a rendőrségen, ott meg nem. Én úgy érzem, hogy Győr megyei város gazdag, a gazdaságunknak az egyik fontos elem az, hogy az itt lévő polgárok jól érezzék magukat, és ez egy szegmens, amit nekik biztosítani kell. Ez olyan, mint egy szolgáltatás, és azt mondom, hogy ez biztonságosabb kell tenni győrt, még biztonságosabbá. Amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor mindjárt az első között egy parkolási témát is bedobtál. A parkolás, az mitől ennyire kardinális itt a, Nagy... a városban? Hogy azt látjuk, hogy is most nagyon sok parkolóház, illetve parkolóhely létesült parkolás az egy olyan kérdés, én is mikor láttam üvezeteket, hogy itt fizetni kell érte, nem látom értelmét. Most van egy ismerősöm, aki a zónán kívül lakik. Képzeljék el, nem mer elmenni vendégségbe. És azért nem mer elmenni vendégségbe, mert hogyha kiáll a kocsijával, mikor hazajön, nem lesz neki helye. És inkább nem megy el vendégségbe. Ezen mosolyognom kellett. De utána, amikor elgondolkodtam rajta, hogy én lakok valahol, és nem tudok megállni a házam előtt, vagy a házam egy bizonyos közelségébe. És ez problémát okoz nekem. Egy feszültség van benne, hogy haza, hogy fogok hazajönni, hova teszem a kocsimat, meghúzzák, felállok. Ezt meg kell oldani. Én azt mondom, hogy erre van megoldás természetesen. Végig kéne gondolni, amit én már mondtam korábban is, azokat az önkormányzati területeket, amiket át lehetne igazán alakítani, más funkciót lehetne neki csinálni. Nem parkoló nem ezeket, még garázsokat, pályázatokat kéne igazán nyerni. Ez egy külön téma, hogy én azt látom Győrben, hogy nagyon-nagyon gyenge az a lobbyerő képességünk, amivel pályázatokat tudunk nyerni. Itt volt például a Kulturális fővárosnak a kérdése Veszprém elvitte hogy őriek, Olyan beru papírokat adtunk be, olyan pályázatot, hogy infrastruktúrális beruházásokra pályáztunk, ezzel szemben Veszprém meg azt gondolta, és megmondom, többször voltam is náluk, és figyeltem a tanulmányaikat, hogy ők a fenntartható fejlődésre adták a, a az egész pályázat erre írták, hogy az ott lévő civil, akármilyen szervezetek, először van egy egy projekt, a projektből kapsz 100%-ot, következő évben van megint egy ugyanilyen e, fesztivál, akkor már csak kapsz 40% vagy 30% támogatást. A fenntarthatóság. Itt is azt hiányolom, hogy van egy fantasztikus beruházásunk, például az élményfűrő nem fenntartható, nem termel pénzt. Idad az állambácsi nekünk 23 milliárd forintot, és nem tudunk belőle kihozni semmit. Látom azt, hogy nem épülnek meg azok a, az a híd, nem épül meg az az elkerülő, nincsenek olyan beruházások, amik pénzt termelnének. Ha menjünk el az Ejov területét, nézzük meg, termel az nekünk pénzt, nem termel. Én azt mondom, hogy gazdasági szakember vagyok, nagy cégeknél dolgoztam. Tanácsadóim, akik vannak, ugyanígy. Látjuk azt, hogy ezt valójában át kéne gondolni, át kéne struktúrálni, olyan pályázati lehetőségeket kéne pályázni, ahol igazán tudunk nyerni, el kéne azon gondolkodni, hogy a szolidaritási adónk miért ennyi, hát valakit miért vannak tőlünk el ennyit. Ha valaki ezt, ezt végig gondolná, hogy győrbe, egyre több a kocsi, egyre több az ember, győr lakossága megcsökken. Hát gondoljunk már el rajta. És ha csökken a lakosságnak a száma, onnantól kezdve az adóerőképességünk romlik, ebből még több szociális szolidaritás adót, stb. vonnak el. El kéne azon gondolkodni azok az emberek, akik eljönnek győrbe lakni, és mondjuk, hogy Miskolci nem akar átjelenkezni, de mert ugye lakhatási támogatás, stb. Hát találjunk meg egy olyan módszert, hogy ezek az emberek, akik itt élnek, mert nem ennyien élünk százezeren, hanem még többen. Nem engedjük már ki az embereket az agglomerációba, új városrészeket alakítsunk ki. Hát itt van a szitásdomnak az esete. Hát nézzük meg, ha Vámoszabadihoz tartozik, az ott lakók meg Győrinek érzik magukat. Hát tegyük magunkat őket is győrivé. És innentől kezdve jönnek a lélekszáma, hogyha nő, adóerőképesség nő, bevételeink nőnek, ebből kifolyólag tovább tudjuk igazán a város fejleszteni. És nem ezt látom. Azt látom, hogy piros az egész város, sehol nem lehet építkezni, nem lehet fejleszteni. Az se volt jó, mikor a borka időszakban minden meg lehetett építeni, és azt csináltunk, amit akartunk. Az se volt jó. Én azt mondom, hogy a középutat kell megtalálni, és el kell azon gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt fejleszteni. Higgyék el, van egy videón valahol, hogy vagyon gazdálkodás területén, hogyha van nekünk egy önkormányzati tulajdonunk, amit először 55 millióra felértékelünk, utána egy pár évre rá 40 millió forintért megszavazzuk, és azt a lakást, vagy házat, Kost utcáról beszélek, valaki felújítaná, például egy vállalkozás, és azt mondjuk neki, hogy nem kell nekünk a 40 millió, adjon két darab bérlakást, bérlakásállományunk nő. Építeni. Olyan területek vannak például, ahova bérlakásokat lehetne építeni. Azok az emberek, akik bemennek oda, de azoknak már győri lakcímmel fognak rendelkezni, az biztos. És innentől kezdve ezt fel lehet pörgetni. Az emberek nem azért mennek ki vámos szabadira, vagy abdára lakni, mert ők ott szeretnének a vidéki levegőt. Nem tudják győrbe megfizetni ezeket az ingatlan árakat. És higgyék el, hogy ha ezen változtatunk, akkor győr felvirágzik. Nagyon-nagyon sok szorgalmas ember lakik itt. Nagyon-nagyon sokan laknak az agromációban. És ezt át kell gondolni, hogy hogyan lehetne az egészet, ha nem is győr szinten, hanem agglomeráció szinten. Ez lesz a jövő át kell gondolni, hogy hogyan tudjuk fejleszteni az ipari parkunkat úgy, hogy a környező falvak, vagyis hát menjünk el töltéstavára, ipari park épült. Azok a cégek hozzánk akartak jönni. Ide akartak, nem volt helyünk. És ezt kell végig gondolni azzal, hogy a szentivániakkal, más környezetünk lakókkal, hogyan lehet erre, nagyon jó koncepciók vannak. Csak ezzel foglalkozni kell. Ezt úgy hívják, hogy városi stratégia. Én ezt hiányolom, és ezt nem látom, hogy ezek a gondolatok nem mennek át azokhoz, akiknek ezzel foglalkozniuk kéne, akik ezért kapják a fizetésüket, akik ezért ülnek ott nap, mint nap. És ezen kéne változtatni, hogy Győr tovább tudjon fejlődni. Miért nincsen stratégia tűzoltás van, hogy mindig az azonnali mi problémát akarjuk megoldani? Látok stratégiákat. De ezeket, amiket én mondok, ezeket meg lehet valósítani. Van, minden szervezetünk megvan. Én azt látom, hogy az elmúlt időszakban rettentő módon kicserélődött például a, a hivatalnok garnitúra vezető. Én azt tudom, hogy a borkáinknak az időszakában a borkainak mi volt a feladata? Országgyűlés, ne felejtsünk már el, országgyűlési képviselő volt és polgármester. Ő felment Pestre, lobbizott a pénzért, lehozta a pénzt, és elköltötték a megfelelő illetékesek ezt. És a város elégedett volt. Voltak nagy rendezvényeink, volt. Mindenki ezt sírja vissza. Csak most egy óriási problémánk van. Nem jön Pestről pénz. Nem tudjuk elkölteni. És itt lenne a szerepe az országgyűlési képviselőinknek, hogy miért nem jön győrbe pénz. Miért nem lobby? Ezt közösen kell dolgozni. Közösen kell dolgozni a polgármesternek, országgyűlési képviselő. Ez, az, ez egy szint. Utána lejjebb megyünk. Polgármester, alpolgármesterek, alpolgármesterek, különböző cégek. Ez szintenként be kéne ágyazni, és mindenkinek megvan a feladata a rendszerbe. A polgármester feladata, hogy Pestre járjon, és próbálja a maximumot kihozni abból, hogy minél több támogatást tudjunk kapni. És ezért elvárnak valamit, amit meg elvárnak, azt meg végre kell hajtani. Nem lehet egyébként, hogy az EOF, illetve ott a Borkai korszakban egy időszakba azért... Aránytalanul több pénz jött ide, mint mondjuk más régiókban, és ezért most gyakorlatilag mi hátrébb sorolódtunk? te mit gondolsz? Egyet azért gondoljunk már végig. Ha egyszerre indulunk egy futóversenyen, Győr, Debrecen, Szeged, mindegyik úgy elhagyott, hogy nem is látjuk őket, még távcsével se. Akkor Akkor miről van is szó körülbelül? Győrnek a fejlődése megállt, ezt el kell ismernünk. De ennek nagyon sok összetevője van. Ezt a fejlődést úgy lehet visszahozni, hogyha olyan stratégiai gondolkodással állunk az egész történetnek neki, hogy valamit létre akarunk hozni. Nagyon fontos, mondom, adóerőképesség, szolidáritási adó, nagyon fontos az agglomerációnak a kérdése, kérdésköre, létszámunknak a növelése. Ezek, ezek mind olyan pontok. És egyet ne felejtsünk: ha idehozzuk azt a pénzt, jó, költsük már el. Most, uraim, 24 milliárdból építettünk egy fürdőt, én örülök neki. De hogy az nekünk mit hoz, nem tudom. De hogyha ezt a pénzt másra fordítjuk, olyan fejlesztésekre, amik nekünk visszatérülő beruházásokkal tudjuk igazán fejleszteni a várost, cégeket tudunk idehozni. Tavalyi pro, legutóbbi programomat örülök, hogy igazán mindenki megtanulta, hogy az autóipar mellett más alternatív iparágakat is ki kell alakítani Győrben. Ezt már mindenki tudja. Most már örülök neki, hogy minden jelölt ezt elmondja, de ezt meg is kéne tenni. Mert vannak olyan cégek, akiket lehetne fejleszteni egy győrben, meg azon kívül lehetne is hozni ide olyan cégeket, akik ide szeretnének jönni. És azért jönnek ide győrbe, mert győr egy olyan város, ahol megfelelő munkakultúrával rendelkező dolgozók vannak. Jó, a talaj. Közel vagyunk. Ez egy háromszög. Ha megnézzük a Pozsony, Bécs, Győr háromszöget, ennek a vonzáskörzetét, az itt lévő fizetéseket, az itt lévő különböző olyan tudásbázisokat, egyetem, egyetemet, arról ne is beszéljünk, ez egy fantasztikus dolog, ami igazán itt fejlődik Győrben. Ezt, ezt összeraknánk. Higgyék el, hogy egy, egy egy olyan központot lehetne itt kihozni győr és vonzás körzetében, ami példaértékű lenne az ország szinten. De most megálltunk. És nagyon bízok benne, hogy az új vasútvonalnak az építése, ami itt most várható a közeljövőben, meg több olyan beruházással, ez még tovább fog még nőni. Miért álltunk meg? Azért álltunk meg, mert nem fejlődünk. Ugye a fejlődés, a folyamatos fejlődés. Vannak olyan emberek, akik mondjuk, hogy megelégednek azzal, amiük van de vannak olyan emberek, akik keresik mindig az új utakat. Az új út például az innováció, az olyan kutatóközpont. Új út például az ipari partnak a bővítése. Új út az Audi-nak a segítése abba, hogy az Audi tovább tudjon bővülni. A beszállítói láncának az elemei ide tudjanak kerülni. A Bosnak a kutatás fejlesztési részlege nem ide került. De mehetünk itt végig azokon a cégeken. Én nem vagyok autóipar támogatója, de azt látom, hogy az autóipar egy zászlós hajó. És a zászlós hajót támogatni kell, muníciót kell neki adni, annak érdek fejlődni. És mellette tudnak kialakulni olyan iparágak, olyan tevékenységek, amiből igazán hasznot lehet a városnak hozni. Például a turisztika Győrben sokkal többet várnék. A turisztika, most menjünk vissza a média vére. Emlékszel, te is, Pepe? Voltunk, volt, voltunk. És most hol van a média? Kis apró pénzzel vissza lehetne ide csábítani. Győrnek ki tudja elmondani, hogy mi a, a fesztiválja? Győrnek mi a, a nagy fesztivál? Volt fesztivál? Szánt, meg ki tudja, amik van? Györközfesztivál. A fesztivál miért csak ennyi? Miért nem tart egy hétig, vagy négy napig? A gyerekek, akik idejönnek, jönnek, azok, figyelj, felépítünk mindent. Fantasztikus. De miért csak ennyi nap? Miért nem tart egy hétig? Hogyha valaki akarnak jönni, eljönnek ide a kisgyerekkel, azt itt lesznek egy hétig. Szállodákat megtöltjük, kultúra ide jön, mindenki itt költ a pénzét, stb. stb. És ugyanezt meg lehet csinálni a, a másik fesztivál esetében, a nagyobb gyerekek esetében, akik imádják a nagy fesztiválokat. Hát csináljunk nekik egyet. Vagy én nekem nagyon nagy élmény lenne, hogyha győrbe megcsinálnánk a város a város alatt. Ezt már mondtam másnak is, elvetették, mert nem akarják megcsinálni, vagy majd valaki előveszi. Hogy a káptalan domból a kazamata rendszeren keresztül pincék megnyitásával át tudjanak az emberek jutni a Széchenyi térre, vagy mondjuk, hogy a parkolóházba, és mekkora élményt adunk az embereknek, egy kis illúzió még hozzá, hogy a város a város alatt ez megtörtént. De lehetne folytatni. Azért mondom, hogy nagyon-nagyon jó ötleteink vannak, amiket meg szeretnénk valósítani, és ezek mindig jönnek, mindig újabb és újabb ötletekkel vagyunk, és nagyon bízok benne, hogy a, a választók ezt majd tolerálni fogják, és segítenek abban, hogy igazán a következő városvezetésből tudunk majd lenni. Ezekről az ötletekről beszélgettek, amikor egymás között vagytok, és a választókkal beszélgetsz, vagy a, vagy a problémáikat kell inkább meghallgatni, hogy mire keresnek ők megoldást, és mire, én... miben, segít, miben kérnek segítséget? Jó a kérdés. Én azt mondom, hogy a mindenkinek a problémája a saját problémája. Hogyha elmegyek valakova, és azt mondom például Szabad Hegyen, hogy a kocsival nem tudok úgy végigmenni, hogy az akna fedőkön ne pattogjon a kocsim. Akármilyen kocsival megy valaki, mert olyan mi... Nekik az a problémájuk, hogy ezt a fedőket meg kéne végre emelni, vagy leegeszteni, vagy egy más technikai megoldással megcsinálni. A másik embernek más a problémája, mert egy fát kéne kivágni. A harmadiknak szemetelnek a környezetébe. A negyediknél el kell valamit vitetni. Nagyon, hogy mondjam, a legjobb történet az, mikor az egyik tulajdonos szól nekem, hogy a szomszédja valahogy építkezik, és tudja, hogy nem vagyok az építési szabályokkal, és nekem kell igazán bejelentenem a hatóságnak kellemetlen. De sajnálatos módon elmondom, hogy ez is a képviselőnek a munkája, hogy ha valamit ilyet jeleznek felem, ezt is meg kell igazán tenni, mert rendben vagyok az építési szabályokkal, meg azért a ingatlan gazdálkodás, vagyon gazdálkodás területén azért ki is szoktam fejteni a véleményemet. De jut idő egyébként a problémák mellett arra is, hogy ti beszélgettek és arra, hogy mi a vízió? Az emberek már kíváncsiak a vízióra? Én azt mondom jelen pillanatban, hogy a választás son fogja őket majd érdekelni, de össze fognak mosódni, higgyétek el ezeket a programok, amik vannak. Itt a, a, vízió, most erről beszélgetünk, meg fogják nézni, nem tudom, egy pár ezer ember megnézi ezt a videót, és azt mondom, hogy én nagyon örülnék benne, hogyha olyan inspirációt kapnának, hogy ezt igazán tovább tudnánk igazán bontani a későbbiek folyamán. Érdekli őket, csak az a baj, hogy szórólapon, mint ami nekem is szokott lenni, három, 4 5 pont van rajta, parkolás, stb. Ezek ötletek. Az a nagy különbség a mi csapatunkban, hogy nem csak ötletelni tudunk, hanem ezt meg is tudjuk oldani, hogyha kapunk rá lehetőséget. Én mindig azt mondom, hogy ötlete mindenkinek van de operatív szinten történő végrehajtása a feladatoknak, a már másik tudás. Az már egy másik tudás jellem. Hogy például a parkolást hogyan kéne megoldani. Most is tettem fel valami videót, ötleteket meríteni belőle, hogy hogyan lehetne megállni. Nem az a megoldás, hogy a zöld területeinket elveszük. Nem az a megoldás, hogy a, a parkoló, e, parkolóknak az övezetét kieptoljuk és mindenkivel fizettetünk. Az a megoldás, hogy a céges autók a megfelelő helyre biztosítsunk nekik parkolást, úgy, hogy mindenkinek legalább egy kocsia meg Állni, ne kettő, három, négy kocsival parkoljanak. Ha van probléma, akkor tudjunk rá intézkedni, és ezeket végig kell gondolni. Tudják, ez munka, ezen dolgozni kell. És aki dolgozik ezen, az meg fogja oldani. Aki meg nem, az pedig nem. Dr. Dr. Polgár András polgármester mindig elmondja, hogy mennyit dolgozik, és ugye azt gondolom, hogy ezt nincs is okunk kétségbe vonni, de amikor arról beszélsz, hogy most megállt a fejlődés, és viszont a borkai korszakban mennyit ment előre a város, akkor nem tartasz attól, hogy ezzel e, azt mondod, hogy akkor az emberek akkor szavaznak Borka és Zsoltam, akkor visszajön a jó világ Akkor a mondatomat megelőzném, mikor még országgyűlési képviselő volt. Jelen pillanat a törvény nem engedi meg, hogy országgyűlési képviselő is legyen valaki, meg legyen polgármester. Na, hogy mondjam, azt el kell ismerni, hogy Pestről megfelelő mennyiségű pénzt tudott hozni, az itt lévő csapatok pedig megoldották azt, hogy itt mindenki elégedett volt. Most ez nem ez működik, mert nem tudnak pénzt hozni Pestről. Ha jönne az a megfelelő mennyiségű pénz, és nem ennyi elvonásunk lenne, mert ez az elvonás volt ennyi akkor, most kezdődtek el ezek az elvonások, és higgyék el, hogy egy-két-három milliárdból itt az utakat fel lehetne mindenhol, újítani, hidakat meg lehetne építeni, pályázni lehetne, és ezen kell dolgozni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ötletek lehetnek. Ötleteket lehet gyártani, de ezt meg kell valósítani. És én azért mondtam azt, hogy a pénzügyi forrás ott van, onnan lehet. Mert Győrnek költségvetése hiába magas, Azért mindennek megvan a helye, és nagyon bízok benne, hogy ebbe a mostani költségvetésbe is látjuk, hogy az utak milyen szépen fel lesznek újítva, de nem mindenhol. Most nekem hiába mondjuk, hogy, hogy meg fogjuk. Például sáráson nem tudok elmenni, úgy egy úton kell menni. Sárás nem csatornás. Tudják, milyen nem csatornás? Azért, mert a mellette lévő építkezések elvitték a csatornát. Majd, majd el fog majd készülni, majd egyszer. Szitáns van csatorna, érdekes sáráson meg nincsen, és mi volt előbb? Sárás volt. De lehet folytatni az egészet. Én azt mondom, hogy dolgozni kell, és bízni abba, hogy minél jobban fogunk tovább fejlődni. Ugye bárhogy is alakul gyakorlatilag a következő választás, azért a következő két évben majd Karákossal, Simó Robert Balázsjal, fidesz kdmp s országgyűlési képviselőkkel együtt kell dolgozni a mindenkori polgármesternek és csapatának. Az, hogy, hogy ez a fejlődés megállt, te véleményed szerint az ő felelősség mennyi? egyértelmű egyértelmű és látszik is mindenhol nézzük meg a számokat nézzük meg a számokat hogy mennyi volt a évente az a pénzösszeg ami igazán ide tudott jönni győrbe nézzük meg azokat a számokat hogy hogyan történt a különböző adóelvonásoknak a növekedése, és akkor meglátjuk, hogy, hogy milyen számok jönnek ki. Sajnálatos módon ezek nőttek. És ez a probléma vele az egész, ahogy, ahogy itt látjuk is, hogy azok a bevételek nem jönnek meg Győrnek. És ezért kéne lobbizni, ezért kéne majd. Én szerintem az országgyűlési képviselők biztos, hogy dolgoznak ezen a témán. Én nem hiszem el azt, hogy egy választott képviselő ezen dolgozzon, de az, hogy dolgozok valamit és eredményt hoz, ez két különböző dolog sajnálatos módon az emberek az eredményességet nézik, és én is azt nézem. És az eredmények azt mutatják, hogy drasztikusan csökkent ez a, ez a, ez a Pestről elhozott pénzmennyiség. Az adóerő elvonás viszont az meg volt mindig, mert én emlékszem, még, még Balogh József volt a polgármester, amikor én elkezdtem a médiába dolgozni, és már akkor ez probléma volt, hogy gyakorlatilag Győrtől elvonnak, és akkor még nem volt Audi iparűzési adós hiszen ott volt valami tíz év adómentesség. Ez Tehát, egy másik történet. Vannak dolgok, amin, amin bárki is van, beletörik a bicskája, én úgy látom. Ez, ez, érdekes egy történet. Azért maradjunk annyiba, hogy itt azért az Audi esetében központi szerződések vannak. Én azt mondom, amit nekünk fejleszteni kell, és amivel foglalkoznunk kell. Győrnek a, azzal a részével, ahol a, a kis és középvállalat, a nagyvállalattal például egy Audi esetében most hiába elmegyünk tárgyalni, ez más szinteken dönen, De az Audinak a beszállítója, akik itt vannak betelepülve hozzánk, azok a középvállalkozások kis vállalkozások, akik vannak. Ezért vagyok ott az iparkamarán, a kereskedelmi tagozatában is, pont, hogy ezeknek a vállalkozóknak a problémáit lássam. Ott is most lesz egy választás, az iparkamarába is, ott is indulunk a csapatunkkal, és bízok benne, hogy ott is igazán megfelelő eredményeket fogunk tudni elérni. Az elmúlt időszakban te melyik bizottságban voltál benne, és ott milyen eredményeket tudtál elérni? Mi az, amire büszke lett? Hogy mondjam, ez nem egyszerű a történet. Gazdaság és tulajdonos bizottságban voltam, meg kell nézni a, legtöbb felszólalásom, hozzászólásom nekem van, vissza lehet nézni a különböző anyagokat. E, az, hogy igazán felteszünk valamit, és leszavaznak többséggel. Volt olyan, majdnem megszavazták, és akkor jött, mert trükkösen tettem fel a kérdést. Mindig tudják, hogy igennel kell szavazni, és úgy volt feltéve a kérdés, hogy a nem lett volna jó, de utána új szavazást kértek. De én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon fontos dolog például a panóvíznek a történet, amit igazán mi felkaroltunk. Én nagyon-nagyon bántott volna az, hogy Győrmegyei a vagyona átkerül. Ezért gyűjtöttünk aláírásokat, ezért igazán nagyon sokat tettünk, és úgy látom, hogy igazán ez a probléma most jelen pillanatban lekerült az asztalról, és a panon viza a Györmegyi a tulajdon az a része, ami igazán van, és nem került hát az államhoz. Én, én igazán ezt mondanám, mert ez egy olyan dolog volt. A másik ugye a parkolási kérdésben nagyon sok felszólalásom volt, és látjuk, de a vagyongazdálkodás területén is megfigyelhető az például most legutóbb is, amikor volt, hogy és Júrt pont ő nem kérte, hogy akkor mondja meg, hogy hol kéne meghirdetni, hol kéne. Most a ciklusának a végén keressük meg, hogy hol lehet el hirdetni a különböző ingatlanokat, amiket nem tudtunk kiértékesteni. Én bízok benne, hogy itt is igazán változások lesznek. Én most a szavaidból az veszem ki, hogy igazából az az ötlet megy át a közgyűlésre, meg a bizottságokon, amit a Fidesz-KDNP hoz. Egyértelmű. Látjuk mi is, nézzük meg a szavazatokat. Na, innen kezdődik, ugye a beszélgetésünknek ez az egyik vége, a másik meg ahol elkezdtük. Na, ezért kell igazán összefogásnak lenni, hogy meg tudjuk azt csinálni, hogy valamilyen szinten többségnek kell lenni a közgyűlésben. Ha többség nincsen meg, akkor innentől kezdve ugyanezt történik. Én is fantasztikus a, ez a gazdaság és tulajdonosi bizottság, ahol vagyok, de van egy, egy, egy még jobb lehetőségem, egy, egy energiadepó KFT-be vagyok felügyelő bizottsági tag. Tehát azért mondom, hogy én nekem ilyen magas szintű pozíciókat tudtam kapni, annak ellenére, hogy van, a cég, van nagyon sok olyan magasabb cég, sokkal nagyobb volumennel, ahol tudtam volna igazán kamatoztatni ismereteimet, de sajnálatos módon például ez így alakult. Bízok benne, hogy legközelebb nem így fog. Az összefogásnál benne kéne, hogy legyen Borkai Zsolt is? Vagy ezt kizártnak tart. Én azt mondom, hogy hogy nem valószínű, hogy célszerű benne lenne ebben, méghozzá azért nem, mert ugye az ellenzéket próbálja összefogni ez az összefogás, és több párt kinyilvánította, és ha jól tudom, van egy nyilatkozatuk, is erre vonatkozolok, hogy nélküle. Én azt mondom, hogy a többséggel szeretnék igazán tartani az ellenzéknél, ott ülne az asztalnál. Én, én egészen addig fogok igazán ott lenni, amíg azok az irányvonalak, amiket én tudok képviselni, azok meg fognak valósulni. Amennyiben úgy fogom látni, hogy ez átfordul egy másik irányba, akkor a csapatunkkal külön fogunk igazán menni. Jelen pillanatban minden körzetben megvan a képviselőjelöltem. Szerintem ez még túl korai ezeket bejelenteném, már látom mindenkit jelengeti be őket, még kampány sincsen. Fel vagyunk rá készülve, de megmondom, összefogásba hiszek, és bízok benne, hogy ez meg fog valósulni. Azok, akik bejelentik a, jelölteket, abban benne van már az, hogy akkor ők ebből az összefogásból ki fognak maradni, mert hogy akkor őt vissza kéne léptetni, vagy pedig ez már egy kicsit egy harc abból a szempontból is, hogy kinek hány egyén jelöltje lehet majd később fönt a, a, listán. Most, hogy mondjam, Pepe, te is magadat bejelöltheted most, hogy polgármester, most ez semmit nem jelent. Ezek, ezek még nem jelöltek. őn jelölt mindenki. Akkor lesz valaki jelölt, hogyha a megfelelő mennyiségű ajánló szelvényt összeszedik én pont ezeket szoktam nézni, hogy pont egy szórólap került az elém, és az van, hogy ellenzéknek a polgármester jelöltje. Hát, ő az ellenzék polgármester jelöltje a másik, valami másik. Én ezekkel nem. Én megmondom nekem, van más dolgom is ezen kívül, amivel én tudok foglalkozni, meg amiket én csinálok. Majd eljutunk, a, amikor eljutunk a kapuhoz, akkor fogunk ezzel foglalkozni. Előre dolgozunk, hogy meglegyenek a jelöltek, meglegyenek a dolgok, de majd ott leszünk a kapunál. Mi nagyon még kampányolni nem igazán akarjuk, mint mások kitelepülnek, aláírásokat gyűjtenek, kopogtak. Ez, ez, én megfordult a világ. Én még figyelem a dolgokat, figyelem a dolgokat, de úgy érzem, hogy igazán ez még túl korai lenne. De mindenki úgy csinálja, hogy gondolja. Picit menjünk előre az időbe, és tételezzük fel, hogy az új önkormányzat, amelyik föláll, az, az lehetőséget ad, hogy bizonyos dolgok megváltozzanak. Mik lennének az első lépések, amiket jó lenne megváltoztatni, te, hogy látod? Hát én azt mondom, hogy vezetői szinteken el kell gondolkodni, hogy kik azok a városházen is a megfelelő vezetők. Mindenféleképpen ezt át kell igazán gondolni, hogy azok az emberek mit tettek le az öt évben, milyen eredményeket tudtak hozni. A városi cégeknél meg kell nézni azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne igazán. Át kell világítani. Mindenféleképpen, megmondom, én az FKM-nek voltam a tanácsadója, átvilágítottam magát az FKM egy nagy, nagy, cég Budapesten, és javaslatokat tettem rá. Én azt mondom, hogy mindenféleképpen ezeket a cégeket is le kell porolni, át kell nézni. Győr szól nem akar, miért hozták létre ezt a györszolt. És a györszol egy, egy olvasztó tégely, hogy olcsóbb legyenek a szolgáltatások, hatékonyabban tudjon működni. A györszolnak ki kell menni a piacra. A györszolnak nem az a feladata, hogy kiszervezzünk mindent például, hanem az, hogy olyan embereket az ott lévő szaktudással létrehozni egy olyan csapatot, hogy el tudja végezni azt a feladatot, ami az ő feladata, és azon kívül pedig ki tudjon menni a piacra, és a piacon munkákat tudjon találni, munkát keressen, és hatékonyan tudjon dolgozni. Rettentő fontos. Én nagyon örülnék neki, hogy olyan beruházásokba tudnánk például a vagyongazdálkodás területén belemenni, hogy nem azon gondolkodunk, hogy adjunk el valamit, van olyan, amit el kell adnunk, mert nem rentábilis, hanem fel kell újítani. Oda a bérlakásprogram, amit említettem, rengeteg lakásunk van üresen győrbe. Ezeket a lakásokat nem a vállalkozókkal hanem saját embereinkkel fel kéne újítatni. Higgyék el, nagyon sok győri szeretné igazán ezekbe a bérlakásokba bemenni. És a bérlakásokba már megint kezdődik, amit mondtam. Győri lakcímmel fog rendelkezni, és lehet vele foglalkozni utána. Agglomerációnak a kérdése elő kell venni a környező polgármestereket, le kell ültetni, és egy közös koncepciót ki kell arra dolgozni, hogy hogyan fejleszünk. Higgyék el, nekik lehet, hogy jó az, hogy ennyi győri betelepül oda. Ezek az emberek nap, mint nagy győrbe járnak dolgozni, gyerekeiket ide hozzák az iskolába, óvodába, bölcsődébe, itt, vás, itt csinálnak mindent. Ezek csak alvó faluk hazamennek aludni. El kéne azon gondolkodnunk, és megkeresnünk azokat a területeket, amiket én is tudok, több terület, ahol lakóparkokat kéne kialakítani olyan helyeket, ahol az emberek szívesen nevelnék a gyerekeiket, és ezek így győriek lennének, és győrnek a területét fejleszteni kéne. Ez egy, ez egy fejlődési folyamat. Ezt a rengeteg pirosat, hogy nem lehet építkezni, ezen változtatni kell. Látom azt, hogy, hogy nagyon sok helyre lehetne olyan e, korszerű lakásokat építeni, és vannak is rá jelenkezők, akik ezeket megépítenék, vagy olyan bérházakat, Hát külföldön nagyon sok ember lakik bérlakásba, bérlakás programok vannak, fejlesztik a bérlakásokat. Valaki egyszer majd megkérdezhetné, hogy az a rengeteg pénz, ugye, amiért megemeltük a bérlakásoknak az árat, De az, azt miért nem forgatjuk vissza? Hát hova megy az a pénz? Hát mire, mire fel, utat festünk rajta, vagy, vagy mire fordítjuk rá? Azokat a pénzeket, amik vannak, pénzalapok, például amik jönnek mondjuk hogy a bérleményekből, azokból pont ezeket a struktúrát kéne elinteni. És ez egy hosszú távú struktúra lenne, hogy amennyit nyerünk mondjuk, nem tudom, két-három milliárd bevételünk biztos van belőle, abból építünk megint bérlakásokat. Azt megint kiadjuk, utána megint építünk megint, és egy idő után el fogunk oda jutni, hogy még rendelibb is abban fogunk tudni, ez a piaci kilépés. Ezeket a vagyonelemeket, amik nekünk vannak, győrnek, ezeket gondozni kéne, foglalkozni velük és nem értékesíteni a pénzért. De ezért mondom, hogy ebben mindenféleképpen változásokat kéne igazán előidézni, és azt látom, hogy ebbe lehet is változni. És megvannak rá azok az emberek, akik ebbe biztos, hogy otthon vannak, és szeretnék ennek ebbe segíteni. Ezt ebből bevételt lehet generálni, akkor miért csinálják? Ez én elmondtam, innentől kezdve most nem tudom. Ez egy stratégia. Ezek a stratégiai gondolkodásnak az alapjai, hogy valaki valamit felújít, és kiad. Meg lehet indokolni, azért adom el, mert nem tudom felújítani, nincsen rá pénz, stb. És mindig van. Én már megszoktam. Tudom a választokat is nagyjából, de a jegyzőkönyvben meg kell nézni, amiket mondtam, és én bízok benne, hogy ebbe változás lesz. Ipari park fejlesztése. Nagyon kényes kérdés. Nagyon kényes kérdés, mert ugye a Szent Ivániak maximálisan tiltakoznak mellette. Igazuk van. Én sem szeretném, hogyha mellé miatt építenének, de vannak olyan lehetőségek, olyan területeink, ahol lehet az ipari parkot fejleszteni. Egyszer valaki nézze már meg a győrnek a térképét, hogy hol vannak azok a foltok, az Audi meddig, Audi-nak mekkora területei vannak. De az Audi akarta, akármikor megcsinálhatta volna az akkumulátor, hogy a saját területén belül most ennyit róla. Én azt mondom, a városnak egy gazdasági további felemelkedéséhez maximálisan szükséges az iparnak a fejlesztése és ez a fejlesztés, ez abból állna, hogy új területeket kell kijelölni, új cégeket kell behozni, vagy, mint az agglomerációra, hogy beszélek, például töltéstaván, hogyha mondjuk, hogy az úgy van, akkor ott lehet fejleszteni tovább. Vagy abda már lassan összeépült győrrel. Vagy nézzük meg a, a sziget közt, hogy igazán mit látunk. De mondom, a legékesebb példa, amit az elején is épít, említettem, Vámos Szabadinak a története, hogy van a Vámos Szabadinak egy ős magja, és azon kívül van egy külső rész, ami a szitásdom, menjünk el szitásdomra. Nézzünk körbe, ott a tábla, egyet lépek, Győrbe vagyok, egyet vámos szabadik, buszok járnak, stb. De azért mondom, hogy ezek azok a koncepciós dolgok, amit érdemes elgondolkodni, vagy az elkerülőnek a kérdés, meg kell építeni, hát nem kérdés? Eto, Eto Parknál át kell menni a hiddal, át kell menni egészen bácsán, vissza kell forgatni a körgyűrűt, és mennie kell egy belső kör. A városokat megnézzük, akárhol járunk, van egy belső körgyűrű, van egy külső, sok hely közé körgyűrűk, és azok össze vannak szépen kötögetve. A forgalom menjen. Hát györbe dugók vannak, nem lehet közlekedni. És így el, hogy most a mm, buszoknak a buszokra történő, ugye most van az a rendelkezés, hogy kedvezményeket kapunk. Én azt javasoltam a közgyűlésben, ha visszanézzük, hogy 16 év alattiak például ingyen közlekedhessenek busszal. Tudják miért? Mert a gyerekeket hozzá kell szektatni ahhoz, hogy busszal közlekedjenek. Az én gyerekem is szeret busszal közlekedni. Önállóságra tanítja. Busszal közlekedik. Nincs, hogy most sok gyereket azt látom, hogy apuci meg anyuci A-ból B pontban mindenhova kocsival viszi. Na és ezért vannak. És hogyha ingyen adnánk ez a buszbérletet nekik, vagy elgondolkodnánk azon, hogy mi lenne, hogyha mindenkinek tételezzük fel ingyen közlekednének, megnézni azt, hogy mondjuk egy-két hónapig, hogyha ez így van, mi, van, mi történik a, a busz közlekedésben. A buszok esetében például azt, hogy kifizetünk ekkor összeget a kis alföldvonának fantasztikus. De elfelejtjük azt, hogy itt van a Krankovics, a Kraftex, buszokat gyárt. A buszokat mi miért nem veszük meg, a buszokat miért nem üzemeltetjük, onnantól kezdve saját flottával tudná Győrt csinálni. Miért? Nincs megfelelő szakemberünk? Szerintem itt vannak szakemberek. De több ilyen témát tudnék igazán mondani, a zöld hulladéktól kezdve a mohun keresztül, hogy az emberek a mohuban nem viszik be mostanában már annyi mennyiségű hulladékot. De ezt lehetne folytatni szerintem itt el tudnánk szerintem beszélgetni ezekről a történetekről is sokat. Én bedobta a témaként az akkumulátorgyárat is például. Van elegendő információ az embereknek, hogy el tudják dönteni, hogy eztől most nekik kell lefélniük, vagy nem kell félniük? Nincs. Nincs. Elmondom, az akkumulátorgyár nem is az akkumulátorgyárral van szerintem az akkumulátornak a tárolásával el kéne azon gondolkodni, mint ahogy kiderülnek, felröppennek hírek, hogy akkumulátortakat tárolnak Győr környékén. Voltak is rá videók, lehetett látni, na attól jobban féljünk, jó? az, az akkumulátor egy elromlott akkumulátor, egy, 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 egy begyulladással vagy Léti öngyulladással, hát az, az nagyobb károkat fog okozni, hogyha van. Én azt mondom, hogy olyantól félünk. Most ez olyan dolog, hogy mikor a szüleimnél volt a nagyszülőnél, hogy valaki végigment egy kis motorral a faluban, amikor mindenki lovaskocsival járt, mindenki meghőkölt, hú, hogy ez mi, és mindenki félt tőle. Nem tudjuk. Én sokkal nagyobb problémákat látok, ez nem Györnek a problémája, például az ácson épülő akkumulátorok, akkumulátorgyár, ami az a stb. fogja gyártani nem az ácsiaknak kéne tiltakozni, hanem bábolnaiaknak, meg közelebb van hozzájuk. Autópályán megyek, szoktam ránézni ezekre a dolgokra. Nagyon nyitott szemmel is járom a világot, járom az országot, nagyon sok mindennel találkozok, nagyon sok mindennel foglalkozok. Én nagyon bízok benne, hogy ez pozitívan fog hatni igazán nekünk a választási eredményeinkre is. Nyerő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk és elfogadtad a meghívást. Kedves nézők, az elmúlt három órában Balla Jenőt látták, hallották az összefogás győrért győri polgármester jelöltjét. Jövő héten pedig dr. Szilágyi Norbert, a megoldás mozgalom polgármester jelöltjét várjuk ide a stúdiónkba. Én már köszönöm a figyelmet a viszontlátásra.